küzdök meg velük. Hiába tüntetem el nyomaim, nincs egy hely, ahova ne jönnének utánom a démonaim. Az egyik jobbról a nyakam bali hely, a másik balról paralel, mintha csak várnák, hogy összeessek, ők sosem alszanak el. Velem ébrednek, velem virasztanak, ha kell. Követhet a régi énem, kopoghat kinn a sötétben, hiába vissza többé nem megyek, nem én. Ez egész húzhat a mélybe, öltözhet az ég feketébe, hiába vissza többé nem megyek, nem én. Apró betűs részben, meg az óriás plakátokon, rám törik az ajtó támomban, de még mielőtt hozzászokom, hogy többé nem gondolok rájuk, és rögtön leizzad a tenyerem, de ha beleőrülök, akkor sem fordulhatok vissza, nem tehetem. Pedig tudom, hogy kell felégetni mindent egy perc alatt, megtettem annyiszor, már a sűrű füst a lelkem ezt tapadt. Mert én tudom, hogy kell felégetni mindent magam mögött, csak a múltam árnyékával táncolok a lángoló háztetők között. Így lettem a legszabadabb üldöző. Követhet a régi énem, kopoghat kinn a sötétben, hiába vissza többé nem megyek, nem én. Ez egész húzhat a mélybe, öltözhet az ég feketébe, hiába. Itt a klipet nézve, hát nagyon szép lett a forma is, és a tartalom is, és Tomi, te is nagyon szép vagy, úgyhogy köszöntünk ismét itt a stúdióban. Köszönöm, átadom az alkotóknak, mármint a klip alkotóinak is, és akkor ezek szerint édesanyámnak és édesapámnak is. A klipre azért beszéljünk, az a fontosabb, most ugye nem megyek vissza a dal címe, és hát a tőled megszokott mélységű lett maga a dalszöveg is, és gondolom, hogy tényleg egy hozzád nagyon közel álló számnak lett így most videóklipje. Így van, a magas és mélyben talán egy kicsit bővebben beszéltem már azokra a démonokról, amik megelevenednek a videóklipben, pontosabban a dal szövegében. Egy teljesen ösztönös terápiás írás indult be, amikor elkezdtem mantrázni, hogy nem megyek vissza. Nagyjából egy másfél óra alatt meg is született kb. Az egész dal, úgyhogy ez így talán jelzi, hogy mennyire ki akart jönni. Ez egy olyan téma, amivel... Hát mióta józan vagyok, foglalkozom, meg valószínűleg fogok még életem végéig, mert bár abszinens vagyok, azt gondolom a függőség az attól nem lehet megszabadulni, szóval még élek elkísér. Fontosnak tartom, hogy időről időre emlékeztessem magam erre, ha esetleg egyébként nem jutna eszembe. És sugár az egy olyan erőt, meg egy olyan elhivatottságot, ami így erőt ad nekem, mikor játszom ezt a dalt, és javában bízom, hogy aki hallgatja, az is érez benne valami ilyesmit, netán még erőt is adhat neki. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire mankó ez a rajongóknak, vagy akik meghallgatják ezt a dalt, hogy mennyire próbálsz mondjuk ezzel segíteni azoknak, akik hasonló cipőben jártak, vagy járnak. Őszinte leszek, mint ahogy mondtam, egy ilyen abszolút ösztönös írás indult be, szóval, hogy nem volt koncepcióm így picit önző módon azért írtam le azokat a sorokat, mert éppen azt éreztem, szóval nem volt egy ilyen konkrét cél vagy terv ezzel kapcsolatban, de hát nyilván egy csomó feedbacket kapok, visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy a történetem inspirálta őket egy új élet vagy egy változás reményében, ami egy ilyen nem várt következménye ennek. Én nem azért álltam le és nem azért változtattam meg az életem, hogy ezzel segítsek másoknak, de olyan következmény, ami nyilván így jól esik.
Ugye említetted, hogy Koltai Anna műsorában már beszéltél erről az érzésről és erről az állapotról, de a klip forgatása maga, az milyen élmény volt? Ugye például ott van a konténerbe bezárt, kicsit őrült figura, és azért ez is egy szimbolikus kép nagyon. Azt gondolom, igen, bizonyos szempontból van szimbolikája, bizonyos szempontból meg mégis értelmezhető egy image klipnek. Azt gondolom, hogy eléggé egyértelmű a dal meg az üzenet ahhoz, hogy a képi világgal ne akarjuk alátámasztani azt, vagy megmagyarázni még inkább. De hát, hogyha már így felhoztad a videót, akkor feltétlen meg kell köszönjem az alkotótársaknak, Zoller Bence, akit a Jetlagből már ismerettek, volt a rendezője, Cynthia párom a látványtervezőként vett részt, és a Temesi Ádám volt az operatőr, Drón László Peti, és Nagy Boti vágta, és nem akarok kihagyni semmit, de a Lénár Tamás volt a világosító, és a Szabó Lila sminkelt, és továbbra is remélem, hogy nem hagytam ki senkit. Akkor mondhatjuk azt, hogy szinte egy ilyen baráti társasággal forgattátok ezt a videóklipet. Hogy zajlott az előkészítő folyamat? Ilyenkor leültök, és akkor a Bencével mondjuk átbeszélitek, hiszen évek óta együtt dolgoztok, jól ismeritek egymást, hogy te mit szeretnél látni, ő mit szeretne látni, és aztán összegyúrjátok, vagy hogyan zajlik nálatok ez az alkotói folyamat? Hát az a helyzet, hogy általában úgy, hogy kitűzünk egy időpontot a forgatásra, és nyilván vannak elképzeléseink, amikor már kitűztük ezt a dátumot, és valahogy az idő az így összerántja az egész projektet. Nekem is ez a gyakorlat. Ebben az esetben viszont konkrétan a harmadik dátumra sikerült megvalósítani, mert mindannyian éreztük, hogy ez a dal, ez egy ilyen jelentős vizuált érdemel, ez lehet egy olyan dal, ami akár pályám egy emblematikus pillanata lehet, szóval, hogy olyan dal, amit egy életen átviszek magammal, szóval alapvetően az volt a terv, hogy a február közepi Műpás koncertemre jön ki. Na most érzed, hogy mennyit csúsztunk bele, de azt gondolom, hogy javára, szóval minden egyes pillanatot megérte, és hát ezt is szeretném megköszönni az alkotótársaknak, hogy ilyen lelkesedéssel, és szóval, hogy ilyen kreatívan álltak hozzá. Egy jó munkához idő kell, viszont ugye ez a dal a legutóbbi albumodnak, a Szív utcának talán az egyik legfontosabb kiemelt szerzeménye, viszont magát a teljes albumot, az anyagot mikor lehet majd legközelebb hallani tőled élőben? Hát az már biztos, hogy van egy konkrét dátumom, csak ma mondták, hogy még nem mondhatom el, úgyhogy csak azt mondom, hogy az Akvárium teraszán fogunk találkozni hamarosan, de nyilván csomó dátum van szervezés alatt, szóval a nyáron Farkas Izsák barátommal fogjuk nyomni az akusztik bulikat, aki ugye hegedűn kísér engem, de ősszel majd visszatérünk ide a hajóra, ráadásul a Gyomrába, mert egy zenekaros felállásra is szeretném színpadra vinni ezt a szóló projektet, de ez is titok, úgyhogy nem tudom, miről... Ja igen, még egy dolog viszont nem titok, hogy a Budapest Parkban, kölyökkori zenekarommal, az Antifitness Klubban színpadra állunk, ugyanis 20 éve, idén 20 éve, hogy megalapítottuk. Hihetetlen. Elég nehéz kimondani, de így van. Hát kisebb dolgokat is meg szoktunk ünnepelni, mint egy 20 éves jubileum, úgyhogy július 15-én a parkban remélem mindenkivel találkozunk, akinek valaha valamit jelentett az Antifitness Klub. Mi biztosan ott leszünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük, hogy itt voltál. Sziasztok.